Újabb pályákat kaptam, úgyhogy újra le fogom ezeket a kihívásokat győzni. Hiába! Úgy van ez elnevezve, hogy Ultra Hard LHF kihívás 100 nehéz, néz. Na meglátjuk milyen, jocikám. Szóval egy ultra nehéz 437 dobozos, de akumaszkkal kezdődő kihívásról van itt szó nekünk. Jó van, itt vannak a dobozok. Ez neked az ultra nehéz? Na várjál, várjuk ki a végét, én azt mondom. Jöjjünk és ho-ho-ho-ho, eltűnik minden, hát ott maradtak emiatt a dobozok, vagy pedig megyünk és összeszedjük. Nem tudom, oda fent ugye ott lehet-e menni, mert ott is vannak nitrók, de talán a nitrók azokat felrobbantják. Én azt mondom, hogy a nitrók majd gondoskodnak arról. Ide felugorni viszont, hát nem hiszem, hogy fel tudnék, oda nem tudunk feljutni. Itt pedig a nitró egy kis akadályt jelent, de csak kicsit jelent számunkra. Nagy akadály nem, de vigyázni kell rá, mert ha arra pörgünk, vagy arra megyünk, akkor nekünk az egy mínuszt jelent. Oké, és akkor innen lehet nekünk feljutni oda a checkpointig, illetve a kristályig, úgyhogy ezt mindenképp elfogadjuk és megköszönjük. Így akkor az útvonal, hát elindulhatunk itt balra is, vagy ott lent jobbra teljesen, ez teljesen kérdéses számomra még, hogy hogyan jussunk fel, tehát egyáltalán itt akkor hasalás, haló, működés, várjál, mondjuk innen így felugorni, és így menjünk föl, vagy valahogy máshogy kellene felmászni itt ezekre a mezőkre, mert ott van a piros színű, látod, hogy ott van a piros drága kő, de akkor most trükközések vannak itt nagyon durván. Hoppá! Mi van kirakva a betonból, ott hadd nézzem, ahol, azt hadd olvassuk el, ez az, mindig el kell rejteni valahova ott felülre azt a csatorna nevet, ezt imádom, amikor megtalálom mindig. Hát eljutottunk ide, akkor eljutottunk, meglátjuk még mit lehet tenni, és mennyit tudunk összeszedni, itt annyi doboz van, annyira össze-vissza, nem tudom elmondani, hogy merre megyünk, vagy hogy megyünk, de azt meg tudom mondani, hogy a kihívás teljesítve! Végig mentünk, jó nem szer, de hármas pálya egy Tower Rage, a School 40-15 felhasználó készítette el, hogy most mi toronyra mászunk, és ott rage-elünk, egy 130 dobozos kihívásra kezdünk, akkor lássuk, hogy hát balra-jobbra megint itt vagyok a bajba, hogy merre induljak én el, akkor hát úgy tűnik, hogy akkor itt robbantok, és a checkpointot azt elérem, tehát az a checkpoint az beaktiválódik, úgyhogy ez egy taktikai robbantás volt, hát a TNT-t azt akkor újra be kell ezek szerint, ide is szintén, akkor az egy útvonal nekünk. Jó, hát, na jó, ezt tudjátok, ezt nem fogom végig pattogózni, ezt jól tudjátok, de úgy tűnik nem is kell, mármint ide úgy kell eljönni, hogy akkor kinyitjuk, tehát váltunk ott egyet, és akkor azzal megszerezhetjük azt a színes drága követ. Akkor a váltást azt megteszem, így off, és akkor utána most már azt megszerezhetjük. Így legalább ennyit, tehát azokat én nem fogom végig pattogózni ezeket, de annyit megmondhatok, hogy a piros drágakő kihívást azt teljesítettük. Jó, itt le, föl. Mi a helyzet, hogyan tovább? Ott fentről az a TNT aktiválás, ott valami felkiáltó jeles aktiváló. Jó, szerintem ez a kihívás. Ó, van még lentebb, ez egy toronymász. A torony, nézd meg, hogy lehoz minket, ez tényleg egy toronymászás. Lehet, hogy fentről indulunk, de lentre érkezünk, és a pálya teljesítve, mert itt a vége, ugye, ja, nem is maradt ki sok doboz, úgyhogy azt mondom, hogy mehetünk az ötösre, Crash Cape, szintén School 4015, vagy Escape, vagy Crash Cape, ez valami érdekes. A jövőbe érkeztünk, na, dobálókám, na várjál csak, ott van a, milyen drága kő van ott bent, az milyen, fekete, vagy mi van ott, oda nekünk szükséges, ugye, hát, hogy ott beaktiváljunk valamit, beaktiváljunk, itt meg gyorsan, az egy TNT-s robbant, nem, ne trollkodjál be engem,
Ilyen nincs, hogy ez egy troll... Oh, hát ez... Akkor ott nem megyünk úgy. Hanem itt így... Ó, szegény patkánykomám, veled mi van ott a tetején, jó zsemmiból? Ujjj, látod azt a nitrós csomagot? Várjál, azt a bal szélső nitrós csomag? Az még ott maradt. Jó, hát ha az ott maradt, akkor ott maradt, abból nincs gond. Viszont ott egy teleport, ujjj, na menjünk rá, na mi lesz ebből? Vagy a teleport oda, illetve ide a sarokba küld le minket. Hát én azt mondom, hogy csak óvatosan, és először lassan, mert ideig el tudok ugye... Hogy, hely patkány! Érdekes volt, tehát ideig el tudok jutni. Hát az is kérdés, ugye ugyanoda vezet-e? Egyébként az a kettő, arról se vagyok teljesen magabiztossággal kijelenthető személyzet, úgyhogy azt mondom, hogy menjünk, csak nézzük meg tovább, hogy mi a helyzet. Hopp, itt egy váltásról van. Hoppá, az a felkiáltás, az ott mi volt? Mit volt? Ó, de nem ugrásom! Jó, az mondja, onnan lentről nem vagyok biztos, hogy először egy checkpointot tegyünk. Úgy a please, a checkpointom az aktív. Jó, a checkpoint az aktív volt. Tehát itt robbanás ugrás, így kellett ezt megcsinálni. Oda lentre, várja, az ott itt van neki. De pont beleugrok! Na várja, akkor itt leesek, ide akkor itt ezt, ez, ott van a vörös drága. Jaj, ott az előtte lévő szerintem az előtte. Ott pedig a pálya vége van. Jó, ott akkor a fekete, vagy a bónusz? Hello? Bónuszom? Jó. Úgy tűnik, akkor ugye ezt kell átváltani, meg akkor oda a vörös drágakő, meg visszamenni a pálya elejére. Szerintem akkor ezek a tennivalók lesznek még itt. De várjál, ha itt átváltok, akkor ezt ugye nem tudom... Tehát hogyha ez át, akkor oda nem tudom... Wow! Ez nagyon érdekes ez az egész pálya. Visszamegyek, mert most már ez megindította a fantáziámat. Ez a portál pedig csak visszahol... Új! Továbbhol! Ó, ez az, jól van, ilyen kitaláció, ez már rendben. 3 életet kaptunk azért, mert eljutottunk a vörös drága kövig. Na de ez a kívás, ez hova vezet? Most jön, a kapaszkodj, és figyelj, és vigyázz, ott is van még egy drága kő platform, vagy a bónusz vinne oda. Hova visz? Hoppá, a nitrók robbantása következik, aztán pedig, azt mondom, hogy, hoppá, Mi ez az üzenet? Hey! Wow! Hello! Ilyen betűk... Wow! Na várjál, mi van? Ez most nekem egy... Köszönöm szépen, akkor több pályát én nem...